A Szegedi Vízmű november végétől intenzív, átfogó ivóvízhálózat tisztítást végez. December elején Újszeged egyik utcájában szivacshengereket lőttek a csővezetékbe, akkor a vízmű vezérigazgatója azt nyilatkozta, remélik a mechanikai tisztítás megszünteti a lakosság által tapasztalt vízminőségi kifogásokat. Egy utcabeli akkor így panaszkodott. Legalább másfél hónapja rettenetesen büdös volt, tehát ha kinyitottuk a csapot, az egész lakás bűzlött. A színét nem láttam, mert a mosásnál, tehát a mosógépnél nem jelentkezett, hogy sárga lett volna a ruha, úgyhogy is nagyon ihatatlan volt. Az egy hónappal ezelőtt elvégzett rendszertisztítás azonban nem hozta meg a várt eredményt, legalábbis a lakók szerint. Minimális változás biztos, hogy történt, mert azt érzem, mert én állandóan folyamatosan csapvizet fogyasztok, és tényleg kellemetlen ízű volt a víz, a színe és minden. Minimálisan egy kicsit javult az íze, a színére nem mondhatnám, hogy javult, de meg se közelíti azt a régi állapotot, ami volt valamikor a szegedi víz, mert akkor egy nagyon kellemes, jó ízű víz volt. A vízmű tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb helyen eredményes volt az ivóvízhálózat tisztítása, ahol viszont továbbra is problémák mutatkoznak, ott folytatják a munkát. A cég az ivóvízhálózat mosatását jelenleg január 8 és 12-e között 9-től 14 óráig Újszeged területén végzi. A hálózat tisztítása során átmenetileg nyomás csökkenésre, vízhiányra is lehet számítani, és a víz zavarossá is válhat. A vízmű továbbra is hangsúlyozza, hogy a szolgáltatott víz függetlenül annak szagától és színétől az egészségre teljesen ártalmatlan.